A piros mezben játszó BKS-e kezdte a játékot a budakalászi mérkőzésen, de az első találatot a hazaiak érték el. A Fürednek közel 5 percre volt szüksége az első gólhoz, Bóka szépített. A vendégek nem sokkal később 3-3-nál érték utol ellenfelüket, s hiába szerezte meg újra és újra a vezetést a budakalász, a BKS-e tapadt a házigazdára. A 14. percben pedig először előnybe is került, kemény találata után 5-6 volt az állás. A balatonpartiak átvették az irányítást és 2-re növelték előnyüket, 6-8, illetve 8-10. A félidő hajrája a hazaiaknak sikerült jobban, hiába védett 7-est Bősz, az utolsó közel 5 percben már csak budakalászi gólokat láthatott a nagyérdemű, így 10-10-es döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok. A szünet után folytatódott a csata, hol az egyik, hol a másik fél került előnybe. A 36. percben 12-14-et mutatott az eredményjelző. A folytatásban Fazekas Nándor védései is kellettek ahhoz, hogy ne tudjon ismét egyenlíteni a házigazda. 10 perccel a vége előtt 3-mal vezetett 16-19-re a Füred, és innen már nem engedte felzárkózni vetélytársát. A végső dudaszó előtt ez a különbség 4-re nőtt, így a budakalász már csak kozmetikázni tudott a végeredményen. Nehéz küzdelmes mérkőzésen szerezte meg az első 2 pontját a BKS-e. Ha ezúttal a csapat nem is játszott jól, de végigharcolta a 2x30 percet. Budakalász BKS-e 23-25.